Januárban egész Tolna megyében minden csütörtökön, pénteken, illetve szombaton lesz oltási akció. Magyarország kormánya az átoltottság növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében hirdette meg ezeket a lehetőségeket. A kórházi oltópontokon, a kijelölt járásközponti szakrendelőkben és a házi orvosoknál is fel lehet venni a vakcinát, így lesz ez Tolna városban is, tudtuk meg Lehőc Reginától, a Tolna megyei kormányhivatal főigazgatójától. Oltási akciónapokat szerveztünk most, a kormány szervezte ezeket az akciónapokat a kormányhivatal segítségével, illetve a megyei oltási munkacsoport vezetésével. Ezeknek az akciónapoknak a keretében Tolnán felállítottunk egy járási oltási pontot. Ez a Garai tér 4 szám alatt található, abban az épületben, ahol egyébként az orvosi ügyelet is megtalálható. Itt vannak a védőnök, és a védőnök egyik helyiségében folyik az oltás. Csütörtök délután, péntek délután és szombaton 10-től 18 óráig. Jelenleg 5 féle oltóanyag, Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca és Janssen közül lehet választani. Ezen az oltási akciónapon elsősorban a tolnai házi orvosok vesznek részt, ők vállalták ezt a feladatot. Nekik csak egy ajánlott hétvégét kellett volna oltani, egy péntek délutánt és egy szombati napot, ezen felül vállalták a csütörtök délutáni oltási napot is, és ezután is szeretnék ezért köszönetet mondani nekik, hogy ebben nagyon rugalmasan együttműködnek, és vállalták ezt a plusz munkát mindenféle plusz díjazás nélkül. Előzetes időpontfoglalásra nem lesz szükség, mondta a főigazgató. Ezen az oltási akciónapon az oltakozni vágyók a meghatározott időben előzetes regisztráció nélkül és előzetes bejelentkezés nélkül, időpontfoglalás nélkül jelenhetnek meg, és megkapják a kívánt oltást. Természetesen választhatnak a vakcinák közül, de van egy orvosi ajánlás is, és az orvosnak és a páciensnek együtt kell eldönteni, hogy melyik vakcinát választják. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják első, második vagy megerősítő harmadik oltásra, ami a szakemberek szerint 80-90%-ra emeli a koronavírussal szembeni védettséget.